Az elmúlt év őszén Nyíregyházán indult el az Ovikosár program, amely az országban minél több településen szeretné megismertetni a legkisebbeket a sportág alapjaival. Kedden a nyíregyházi Continental Arena küzdőterét ismét ügyességi pályákká alakították át a szervezők, mivel 12 óvodából több mint 200 gyerek érkezett az egész délelőttös programra. Vannak új óvodák, és kapcsolódtak be más intézmények is. Az első fordulót itt Nyíregyházán tartottuk, 140-150 óvodással, ez a szám köze 200 főre duzzadt, úgyhogy nagyon köszönöm az óvodapedagógusoknak a munkáját, az Ovi Sport Alapítvány együttműködésével a Nyíregyházi Sportcentrum, itt lebonyolító szerv, illetve a munkatársainak az áldozatos munkáját, szervezőkészségét, és természetesen a Magyar Kosárlabda Országos Szövetségének a támogatását, hogy megvalósulhatott ez a második forduló, hangsúlyozom, több gyerekkel, és egy hagyományteremtő célral indítottuk ezt útjára, hiszen jövőre is folytatni kívánjuk. Van 10 állomásunk, ami általában hasonló jellegű, hiszen a finom mechanikai mozgásuk, az elkapás, a passzolás, a dobás szerepel benne, de mindig újítunk. Az első fordulóban a felnőtt kosarasok tartottak egy kis bemutatót, most közös játékkal készülünk a gyerekeknek, kabala állatok vannak. Minden gyermek ajándékot kap, érmet, tízórai csomagot, oklevelet, úgyhogy ma hazavihetik magukkal a kis kosárlabdájukat is. Én azt gondolom, hogy mindenki egy örök élménnyel gazdagodhat a mai rendezvény. Nyíregyháza mellett Csepelen és Oroszlányban is járt már a rendezvény, amelynek előkészítésében és lebonyolításában az Ovi Sport Alapítvány mellett több szervezet is szerepet vállal. Bár ugye egy ilyen rendezvény egy bő fél napot vesz igénybe, azért ez több hónap, mire előkészítünk egy ilyet, hiszen ugye az eszközöket be kell szerezni, a gyerekek ugye most már hivatalos versenyrendszerben vesznek részt, tehát sportorvoshoz kell menni, ők le kell őket igazolni, ez rengeteg háttér adminisztrációs munka, amit el kell végezni ahhoz, hogy ez a nap így összeálljon, és nyilván ezt nem csak egyedül csináljuk, hiszen részt vesz benne a helyi sportegyesület, az önkormányzat, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, a támogatók, akik segítenek minket, úgyhogy elég sok ember dolgozik egy ilyen rendezvényen. Mint Mohácsi Máté elmondta, céljuk, hogy szélesítsék a sportág bázisát. A gyerekek lelkesedését látva nem kizárt, hogy közülük többen is elkötelezik magukat a kosárlabda mellett. Ez egy tökéletes alkalom arra, hogy a bázis növeljük, és majd, hogy nem mindegy, hogy ez a gyerek hol fog kosárlabdát Nyíregyházán, de a Nyíregyházi Sportcentrum, illetve a Nyíregyházi Élsport Kft. Felnőtt csapatában végeztesse be, vagy ott legyen a karrierjének a felnőtt állomása. Én azt gondolom, hogy ez egy közös cél. Természetesen nagyon örülünk annak, hogy ezek a gyerekek már most magukba szívják a kosárlabdát, a Continental Arenának a légkörét, és minél többen maradnak, és a legtöbb tehetséget akár így ki is tudjuk szúrni majd. Miután az ovisok mind a 10 pályát teljesítették, gazdára találtak az érmek és a labdák is. Az óvónők pedig nem csak annak örülhettek, hogy a gyerekek mozgással töltötték a délelőttöt, hanem annak is, hogy az első rendezvény tapasztalataiból kiindulva senkinek sem volt gondja közülük a délutáni alvással.